úgy gondoltuk, hogy a civil szervezeteknek is hatékonyan kell működniük, és ebben a IT megoldások, a modell szoftverek kulcs szerepet töltenek be. 2008 óta folyamatosan biztosítjuk a modern, a civil szervezetek működéséhez hasznos szoftvereket. Ez a program nagyon fontos, hiszen igénybe tudunk venni olyan alkalmazásokat, amelyek segítik az alapítvány munkáját, szűkebb értelemben nyilván az ott dolgozók munkáját, tágabb értelemben pedig természetesen a betegellátást. Az elmúlt bő 8 évben több mint 2 milliárd forint valós piaci értékű szoftvert adományoztunk közel 900 hazai civil szervezetnek. Vannak olyan közös projektjeink civil szervezetekkel, amelyek esetében a mi technológiai megoldásaink az eszközei annak, hogy ők egy bizonyos ügyben fejlődést tudjanak elérni. Fontos változás a program életében, amely a civileket is érinti, hogy az idei évtől már azok is pályázhatnak szoftveradományra, akik az 1%-ot gyűjthetik. Nem feltétlenül kell közhasznú szervezetnek lenni, tehát azt gondoljuk és azt reméljük, hogy ezáltal még több civil szervezet fordul majd hozzánk, illetve a NIOC-hoz, és végeredményben még több jó ügyet tud segíteni a Microsoft technológiája. Operációs rendszert, vírusírtót, szövegszerkesztő programokat kaptunk és szereztünk a CivicTech program segítségével, és amikor találkozunk civilekkel, akik olyanok, mint mi, akkor mindig elmeséljük azt, hogy használják, mert hogy több okból sok pénzt spórolnak. Szerintem ez nagyon fontos egy civil csapatnál. Nagyon korszerűek ezek az eszközök, amiket ők ott megkaphatnak. Szoftvereinkkel, megoldásainkkal többet tudunk nektek adni, segíteni tudunk, és azt a fajta digitalizációt, átalakulást, amit mi hirdetünk kis- és középvállalatoknak, nagyvállalatoknak, nektek is elérhető, megadatik, használatba kell csak venni. Rettentően sok értékes beszélgetést sikerült folytatni civil szervezetek képviselőivel, közös pontokat találni, és nagyszerű volt látni rajtuk azt, hogy tényleg értékelik azt a munkát, amit a Microsoft az ő érdekükben vállal ezen a téren.